kötelezi az alkotást, hogy fizessen meg az állam javára 43.800 forint eljárási illetéken, illetve kötelezi a feltörést, hogy fizessen meg az állam javára 40.500 forint eljárási illetéken. Az ítéleten ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye. Kérem, foglaljanak. Bemutatkozást kérnék. Jó napot kívánok, Víg Balázs vagyok, a Karácsony János Katolikus Gimnázium testnevelő tanára. Jó napot kívánok, én Papp Viktória vagyok, a Karácsony János Katolikus Gimnáziumnak a tanulója. És jogi pályára készültök ezek után? Hát én már sajnos nem. Én még átgondolom. Milyen volt vádlottnak lenni? Hát így vicces volt, de ha való életben lett volna, akkor úgy azért elég kemény lett volna. De így átélni egyébként, ha most azt nézzük, hogy beleértük magunkat, például a bíró is olyanokat kérdezett vissza, amikor beszéltem, és visszakérdezett, akkor mindig belegabajodtam a saját hazugságaimba, úgymondva, amit próbáltam, hogy én nyerjek mindenféleképpen. Nagyon jól kezelte a bíró a helyzetet. Tehát hihetetlen, hogy ilyen jól bírják ezeket a szituációkat. És milyen volt feleségnek lenni? Nehéz volt, mert ugye nem tudtam, hogy előttem a férjem mit hazudott. És akkor nehéz volt így kiszűrni, de egyébként élveztem nagyon. És milyennek találjátok az ítéletet? Én teljesen meg vagyok elégedve. Én is. Tehát részben maga az igazság ezt fette, tehát nekünk lett volna amúgy is igazunk. Mindenféleképpen. Nyilván voltak benne néhány elfedést, és próbáltunk, de ezeket sajnos leleplezte a bírónő, tehát a visszakérdezéseivel, de alapjában véve úgy gondolom, hogy nekünk volt igazunk. 70-30 arányba, de így beigazolódott az, hogy jár a kártérítés. És jövőre eljöttök még? Én, hát biztos a diákjaimban biztos el fogunk még jönni. Nyilván akkor már nem válok szerepet, akkor már ki fogunk küldni a gyerekeket, mert azért csak izgalmasabb, csak ők félénkek is nem mertek kimenni, ezért úgy gondoltam, hogy kicsit meglögetem a dolgot, hogy akkor beszállok én is a játékba. Köszönöm. Köszönjük.